jobb mellemet és az egész hónai nyirokcsomókat eltávolították. Volt, aki konkrétan megkérdezte, hogy ugye nem akar gyereket. Elindult, igen, elfolyt a magzat víz, úgyhogy, de nem fordult meg. Szia, tégye! Minden rendben van. Erikát itt a Szent János Kórház nőgyógyászatán ismertem meg. A folyosón ült, félszegen befelé mosolyogva. Egyik kezét nagy pocakján nyugtatta, a másikkal egy afrikai férfi kezét szorongatta. Én pedig megszólítottam őket. Az elején persze kissé bizalmatlanok voltak, de aztán elkezdtünk Erikával beszélgetni, személyesen és telefonon is, és minél többet beszélgettünk, annál inkább csodálni kezdtem őt. Erika túl van egy mellrákon, a szörnyű kemoterápiákon és két operáción is. Ma már gyógyult, de sokáig meg sem fordult a fejében, hogy valaha lesz bátorsága ahhoz, hogy levetkőzön egy férfi előtt. És akkor jött egy Magyarországon tanuló kameruni fiatalember, Sebastian, aki meggyőzte őt arról, hogy szép, szeretnivaló, igazi nő. Sebastian ma már a férje, és első babájukat várják. Wow, sült banán! Sült banán! Az apró lakótelepi konyhában a franciául és angolul beszélő kameruni férj afrikai ebédet készít magyar feleségének, és persze magának. Megcsinálom a paradicsomot. Ezt vettem. Megfőzöm a kukoricát, és az Zuzának is meg kell főnie, hogy megpuhuljon. Na és itt van a kukorica. Nem tudom jobban körülírni, valami szédítő, zöldséges, zuza ragú féle készül. Erika már egészen megszerette, mármint az afrikai ételeket, nem volt más választása. Sebastian ugyanis 2 éve megismerkedésük óta kitartóan főz neki. Egy szórakozó helyen ismerkedtünk meg. A barátaimmal voltam bulizni, ő meg egy barátnőjével, Anitával volt ott. A barátaimmal táncoltam, kiszogattam, megláttam őket, 2 szép fiatal nő, gondoltam, és oda mentem hozzájuk. Elkezdtem velük beszélgetni. Így kezdődött az egész. Úgy teljesen levett a lábamról az a modorával, az egész, ahogy tudott társalogni mindenféléről. Igen, érdeklődő is volt, tehát nem csak az volt, hogy elmondta a saját verzióját, aztán... Tehát nem azt éreztem most, hogy nagyon csúnyán fogalmazom, hogy ágyba akarja dönteni a fehér nőt. Nem, abszolút nem. Tehát nem. Akkor is engedélyt kért, amikor meg akart csókolni először. Tehát nem az volt, hogy csak lerohant, és tehát abszolút egy kis gentlemanként viselkedett. Erika azóta sem csalódott, ahogy ő nevezi Szebában, aki 7 évvel fiatalabb nála és az ELTE-n tanul. Szóval nagy lett a szerelem, és bár a család először nagyon félt attól, hogy a férfinek talán csak a házassági papír kell, és a szerelemből keserves csalódás lesz, de Era tántoríthatatlan volt, és feleségül ment Sebastianhoz. Szebának egyébként 7 testvére van. Édesapjának, aki egy óceáni olajfúró bázison dolgozik, arra van pénze, hogy a gyerekei közül egyet Európában tanítasson. Budapest olcsó Londonhoz vagy Párizshoz képest, hát így került a kameruni fiatalember ebbe a budapesti konyhába Erika mellé, aki, látszik rajta, végre sugárzik a boldogságtól. Szüleim ők kicsit úgy húzódoztak, hogy külföldi is, meg ugye egy fekete is, igen. És először a hugoméknál kezdtük, ugye az ő kisfiával Olivérrel, és amikor ő elfogadta, tehát ő is azért egy kicsit tartott tőle. Félt az elején? Igen, igen. Még gondolom sose látott afrikait. Nem, nem látott, és olyan édesanyám adott neki pacsit a tenyerére, és utána így megnézte a kezét, hogy nem maradt-e fekete. Nekik ugye ez a sztereotípiájuk volt, hogy majd bejön valami... Én nem is tudom, ami igye körülbelül, és a lányzsát így letámasztja az ajtó mellé. Féltél a családjától, hogy mit fognak szólni? Nem féltem. Soha nem félek ettől. Tudod miért? Azért, mert olyan a kisugárzásom, hogy az emberek első látásra szimpatikusnak találnak. Mindenki kedvel engem, mert azt árasztom magamból, hogy engem szeretni kell. Ez egy áldás nekem.
A magabiztos fiatalember Szeba az egyetem mellett hivatásos focista is, méghozzá az Inter CDF büszke hátvédje. Az edző, a gyúró, a játékosok mind afrikaiak, de van egy kakukk tojás, a kapus, ő magyar. Szóval Sebastian először Erikát, majd Erika családját is levette a lábáról. Ma már egyikőjüket sem érdekli, hogy mit gondolnak mások. Igazából nem az a lényeg, hogy most honnan jött, milyen színű, hanem az, hogy boldoggá tesz, főleg azok után, ugye, amiken átmentem. Igen, ő nagyon messziről futott neki a boldogságnak. 7 éve, amikor 33 éves volt, egy reggel talált egy csomót a jobb mellében, aztán, ahogy tapogatni kezdte magát, rögtön talált egy másikat is a hóna alatt. Szaladt azonnal az orvoshoz, és hamarosan kiderült, 2 rosszindulatú daganata van. Akkor kezdődött a rettenetesen nehéz időszak, amiről még most sem tud könnyen beszélni. A kemoterápiák nagyon megviselték. 6-ot kaptam összesen, de úgy volt, hogy 3-mal kezdték, és akkor megnézték, hogy a 3 után hogy reagál a daganat. És hát a mellemben szinte eltűnt, de a hónai ez egyáltalán nem csökkent. Ezért azt mondták, hogy én bíztam benne, mondták, hogy műteni kell, bíztam benne, hogy nem fogják az egészet eltávolítani, de sajnos... Igen, tehát ők a jobb mellemet és az egész hónai nyirokcsomókat ők eltávolították. És akkor utána kaptam még 3 kemoterápiát. Azért egy nőnek, hogyha pont a mellét operálják le, annál nehezebb azért kevés lehet. Borzasztó érzés, tehát ezt senkinek nem kívánom. Ez volt az első nekem is, hogy én végig reménykedtem abban, hogy mivel olyan szépen visszahúzódott, hogy nem fogják eltávolítani, és akkor műtét után felébredtem, és az első mozdulatom az volt, hogy megnézzem, és nem volt ott. És akkor sírtam. Saját magamat edzettem azzal, hogy igenis megnéztem a tükörbe, mert nagyon sok nő rá sem mer nézni utána, a műtét után. Ugye az ott maradt hegre igazából, és én ezt nagyon sokat néztem a tükörbe, és én mondtam, hogy én ehhez úgy állok hozzá, hogy mintha egy harcos lennék, és ez a háborús sérülésem. Ezzel a háborús sérüléssel élt együtt majdnem 1 évig. Sokat kellett várni a helyreállító műtétre. Kaptál egy implantátumot? Igen, de ezt a saját szövetből csinálták meg amúgy. Tényleg? Igen. Ez egy 10 órás helyreállító műtét volt. Arra is kellett várni 1 évet. Tehát az 1 év az úgy telt el, hogy... szóval ez így elég kellemetlen volt. Tehát kaptam egy ilyen szilikon protézist, amit ugye a melltartóba bele lehet helyezni. Kívülről senki nem látta. De senki nem gondolta volna, hogy én mind mentem keresztül, ez belülről. Meg ugye minden nap, amikor megnézed a tükörbe magad, akkor szembesülsz vele, hogy azért mi történt. Ja, nők sokszor akkor is szégyellősek, hogy akkor is nehezen mutatják meg magukat, ha itt ott lát magán egy-egy budjanást. Igen. Így meg még nehezebb. Igen, de amit... Ugye az a nem is baj igazából, hanem a betegség nagyon sok mindent átértékel az emberben. Tehát így vannak dolgok, amik ugye fontosabbak lesznek, vannak, amikről azt mondod, hogy inkább elengedem, mert nem nincs az életemnek, ebben az életemben erre szükség. És az, hogy elfogadd a saját testet, tehát nekem a kemény volt, igen, megszeretni úgy, ahogy most vagyok, de ehhez például őnek is nincsen ezzel semmiféle problémája. Én azt gondolom, hogy nem kell erről beszélni, mert ha sokat beszélünk róla, akkor ott marad a fejedben, és az rossz. Nekem olyan, mintha meg se történt volna. Sebastian végtelen optimizmusa Erikát is magával ragadta, olyannyira, hogy néhány évvel a kemoterápiák után úgy döntött, gyereket vállal. Az orvosok azt mondták, hogy oké, simán lehet gyereked, vagy inkább óvtak ettől? Volt, aki azt mondta, hogy felesleges, tehát ne, úgy, így konkrétan megkérdezte, hogy ugye nem akar gyereket. És mondtam, hogy de szeretnék, és mondta, hogy hát ez
felejtsem el. Nagyon sok orvos pedig azt mondta, hogy mivel már ez régen volt, tehát igazából 2 évvel kemoterápia után már nyugodtan lehet gyereket vállalni. Erika most a 8. hónapban van, Zoé természetes úton fogant, és a szülők persze írtó kíváncsiak, hogy milyen lesz majd a kislányuk. Ez pedig már az ultrahangos vizsgálat az FHB Biobank diagnosztikai centrumában. Zoé egyelőre farfekvéses, vagyis a feje van felül, a lába pedig lent, ami nem túl jó. De még van ideje megfordulni? 36. hétig szoktak még. Még egy hete van. Már ritkább. Itt a fejecske, gerince. Hát reménykedjünk, hogy megfordul. Erával ellentétben Szeba nem izgul. Ő biztos abban, hogy végül minden rendben lesz. Na, vége a vizsgálatnak, a baba egészséges, csak mostanság már egy kicsit nehéz felállni. Az a legjobb, amikor elindulok, és ugye a cipőmet segít, mert ezt egyedül már nem nagyon megy, és akkor mindig jön, feladja, felhúzza a cipzárt, meg nem kis rendes. Erikáik egyébként levetetik babájuk köldökzsinórvérét és a köldökszövet egy darabját is. Erika számára azután, hogy túlélte a rákot, nem volt kérdés, hogy megteszi ezt az óvatos, előrelátó lépést. És úgy alakítottuk ki, hogy elvégezhető a mintagyűjtés normál szülésnél, császármetszésnél, epiduránál, tehát nem befolyásolja a szülés menetét. Megszületik a kisbaba, elvágásra kerül a köldökzsinór, és ezt követően gyűjti a szülészorvos vagy szülésznő a köldökzsinór vérmintát. A Biobank szakember a kórházi szert darabjait mutatja, hogy miben, hogyan gyűjtik majd az őssejteket, melyeket a svájci vagy az angliai laboratóriumukban fognak feldolgozni, majd tárolni. Egy körülbelül 15 centis darabot vág le az orvos a köldökzsinórból, azt ebbe a tubusba fogja helyezni. A következő helyszín erre a szüleinek Csobánkai háza, ahol nagy lelkesedéssel nézegetjük a baba kerendjét. Ágvéd, ez a mérnek, az a pelenkázóra. Igen. Ugye ez meg egy kiskád. Igen. Már nagyon várják a kislányt. Hányadik unoka lesz? Negyedik. Van 3 fiú, és most jön a kislány. Erikának 2 húga van, nem Zoé lesz az első unoka a családban, de talán senkit sem vártak olyan izgalommal, mint Era és Szeba kislányát, pedig először finoman szólva meglepődtek azon, hogy legidősebb lányuknak egy afrikai férfitől lesz babája. Hát, kicsit furcsa volt, de hát mi tudtuk, hogy ő neki tetszenek az ilyen fiúk. Van ilyen én mondtam a papának, hogy készüljön föl, hogy az Erika fog jönni a fiújával, és hát nem fehér bőrű. És hát, úgy nem volt semmi gond, de hál' Istennek megszerette. Uh-huh. Nagyon lazán, úgyhogy van közös témájuk mindig. Úgyhogy csak fotball, nem a foci. De a fotball az igen. Igen. Családi kör. Míg a foci rajongó asztalos mester nagypapa az alaksorban dolgozik, mi fent Erikáról beszélgetünk, és amikor szóba kerül lányok betegsége, akkor a nagymamánál azonnal eltörik a mécses. Reméljük, hogy most már így vége lesz ennek az álmokfutásnak. Más az, mert ugye én az egészségügyben dolgozom, más, amikor másnak ad tanácsot az ember, és más, amikor vele történik ez az egész dolog. Én azt hittem, hogy az én családomban, az én családtagjaimmal ilyen nem fog előfordulni. Hát mindenki ezt hiszi, vagy ezt reméli, aztán ugye. És hát én nekem ez borzasztó nagy tragédia volt. És én úgy éreztem, mert ő nagyon-nagyon tartotta magát,
és erőt én őbelőle tudtam meríteni. Hogy láttam, hogy mennyire erős és mennyire tartja magát, úgyhogy nekem is úgy kellett viselkednem. Úgyhogy ez... Hát sokszor is rajta, hogy eljöttek barátok meglátogatni, és amíg én vigasztaltam őket. Yeah. Igen. Itt készül a kis ágy. Készül a kis ágy, de igen. Ha szózol le a tetőtérből, akkor az kész is van. Fölmész Erának a volt szobájába, és ott van bent a sarokba. Szóval úgyis hozd le, mert le kell lakózni. In my room, you can see one this small bed. Mama, megy naj vele. Szólj a mamának, megy vele. You can tell mama that you have to bring the kis ágy. Kis ágy, okay? Kis ágy, igen. Szeba megértette, a kis ágyért kell menni, és mindjárt hozza is, hogy összeszereljék, lelakkozzák. Apusa pedig, aki először eléggé idegenkedett lánya szerelmétől, mert korábban még csak a tévében látott afrikai embert, most arra igazán megszerette őt. A fotbalt azt teljesen értjük, én mondom magyarul, ő meg bólogat, és úgy van. Igen. Igen, és amit nem, akkor hanem, igen. Igen. De ilyeneket. Uh-huh. És elég sokat szoktunk azért beszélgetni. Bírja a vejét? Hát persze, rendes gyerek tényleg. Én komolyan csalódtam benne, rendes gyerek teljesen. Kellemesen. Előítéletei voltak? De hát, tudja ez. Én nem tudom. Ezek ilyenek, hogy ilyen, ez nekünk nem volt ez szokás. Eddig errefelé még senkinek sem volt, ahogy ő mondja, csoki unokája. De a békés nagypapa szívből, szeretetből megértette, hogy sokat szenvedett lányának Szeba a boldogság záloga. És ez a legfontosabb. És tehát hogy fogunk kiengedni? Ja, gyere onnan! Itt tartunk! Itt tartunk! Itt tartunk az éjjel! Megincsen! Ágy összeszerelve, hamarosan lelakkozva, most már csak azon izgul a család, hogy a kicsi lánynak ott bent sikerül-e a célegyenesbe fordulnia. Köszönjük! Köszönjük szépen! Szívesen!